Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a budapesti Golgota gyülekezet hétfő esti alkalmán. Néhány hirdetést szeretnék mondani, mielőtt folytatjuk. Az egyik hirdetésem az, hogy tudjátok jól, sokan részt vesznek be közületek is mindenféle szolgálatokba. Most van egy olyan szolgálati terület, ahol most kevesebben vannak, ezért hirdetem, hogyha Isten indít arra benneteket, a kivetítő szolgálatban, különösen a hétfestékre várunk embereket, úgyhogy ha Isten indít, hogyha szeretnél részt venni mindabban, ami itt történik, akkor gyere, szólj nekem, csatlakozz, jelezd, hogyha szeretnél jelentkezni. Másik hirdetni való, hogy az alkalmak előtt egy fél órával mi ott a hátsó kis teremben imádkozunk. Mindig elmondom, ez az állandó és a legfontosabb hirdetésem, mert az imádságnál fontosabb dolog nincs. Várunk benneteket, és én annyira hálás vagyok, hogyha valaki csak egy pár percre is még az alkalom előtt be tud jönni, mert tudom, hogy épp valaki csak épp, hogy ide tud érni, hiszen ilyenkor sokszor munka után, most is esőben, sokszor nehéz ideérni, de ha azért tudtok egy picit előbb, gyertek, várunk benneteket. Most pedig imádkozom, és akkor elkezdjük, illetve folytatjuk az alkalmunkat. Mennyi édesatyán, köszönjük neked, hogy te létezel, és köszönjük, hogy szeretsz minket. És köszönjük, hogy a te szeretetedet abban mutattad meg, hogy az egyszülött fiad eljött, megszületett erre a világra, és meghalt. Értünk, hogy mi ismerhessünk téged. Annyira csodálatos ezt tudni, ezt hinni, ezen gondolkodni. És szeretnénk mi egyre jobban megismerni téged, ezen az estén is. Uram, azért imádkozom, hogy ahogy megnyitjuk az igédet, a te szent lelked vigye célba. Juttass el minden szívbe, hogy puha talajra találjon, megfogadjon, életet nyerjen. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen. Pál apostolnak ugye a kolossé beliekhez írt levelét tanulmányozzuk mostanában ezeken a hétfő estéken. És versről versre haladunk, ugye a harmadik részben járunk, és a mai alkalommal a harmadik rész 18-as versétől fogjuk folytatni. Említettem már nektek, hogy ennek a levélnek a második fele, a harmadik résztől kezdve, ez egy nagyon gyakorlatias levél. Nagyon gyakorlatias témákat céloz meg, és Pál apostol nagyon gyakorlatias módon beszél a keresztény élet gyakorlatáról. Úgyhogy ezek nagyon izgalmas kérdések, és a mai alkalommal, különösen innen a 18. verstől a 3. fejezetben egy nagyon-nagyon fontos témáról kezd beszélni Pál. Ez pedig a kapcsolatok. A kapcsolatok. Ahogy itt haladunk majd versről versre, és nem is tudjuk az egész kapcsolati részt a mai alkalommal lefedni, csak az első felét, látjuk, hogy kapcsolatban élünk mindenhol. A családon belül kapcsolat a férj és a feleség között, kapcsolat a szülők és a gyermekek között, kapcsolat a munkahelyen a főnök és a beosztott között, minden szinten az emberek társadalomban, különböző csoportokban, különböző módokon élnek kapcsolatokban. És Pál apostol itt erről kezd el beszélni nekünk a kapcsolatainkról. Nagyon fontos ez a téma, és egyébként nem csak itt beszél Pál erről, úgyhogy ha valaki jegyzetel, vagy szeretné összevetni mindazt, amit Pál itt mond, az nyugodtan elolvashatná az Efezusbeliekhez írt levél 5-ös és 6-os fejezetét is, mert ott is ugyanezekről a kapcsolatokról beszél, nagyon hasonló módon az apostol. A mai alkalommal a 3. fejezet 18-tól csak a 22-ig terjedő verseket fogjuk megnézni, mert ez a néhány vers beszél a családi kapcsolatokról, és ma erről fogunk beszélni. A férj és a feleség, tehát a házasságon belüli kapcsolat, és a szülők és gyermekek, tehát szintén a családon belüli kapcsolatok ezen fajtáiról. A család, én azt gondolom, az a legfontosabb egysége minden társadalomnak.
Ezt látjuk a történelemben is, ezt látjuk mindenhol. Mert minden társadalom igazából a legkisebb sejtje, a legkisebb pillére a társadalomnak, amiben mi is élünk, ugye a család, és az, hogy ez a család jól működik, vagy nem jól működik, ezen áll, vagy bukik, hogy úgy mondjam, az egész társadalom. Úgyhogy most arról a legkisebb és legfontosabb sejtjéről, alapeleméről beszélünk, a családról, a mai alkalommal, ahogy megnézzük majd ezeket a verseket. Ha a család nem jól funkcionál, akkor dől az egész. Akkor dől be a társadalom. És a család nem csak a társadalom szempontjából fontos, hanem az egyén szempontjából is. Mi emberek a legmélyebb, a legintimebb, a legszorosabb és a legaktívabb kapcsolatainkat a családban tudjuk megélni. A házasságban, a házastársunkkal, szülőként a gyerekkel, a gyerek a szülővel, ezek a legszorosabbak. Persze léteznek ezen kívül a barátságok is, mint kapcsolatok, léteznek távolabbi kapcsolatok, de a legszorosabb, leghosszabban tartó, legmélyebb kapcsolat az a családban jön létre. Úgyhogy erről fogunk most beszélni, de mielőtt felolvasom a verseket, szeretnék nektek egy ábrát bemutatni, amit mindjárt kivetítünk. Ezen az ábrán a magyarországi nagyon szomorú helyzetet fogjátok látni. A házasság kötések és a válások száma Magyarországon az ábrán 1949-től kezdődően itt most 2011-ig van felsorolva. Ugye két görbe van, a kék, a felső görbe, az a házasság kötések számát jelenti. A piros görbe, az amit alul láttok, az a válások számát jelenti az adott évben. Egy nagyon szomorú képet látunk. A házasság kötések száma gyakorlatilag a 70-es évekhez viszonyítva 2011-re a harmadára csökkent Magyarországon. 2010 óta egyébként ez a csökkenés megállt, és egy nagyon icipici emelkedés elkezdődött az elmúlt évek statisztikái szerint. Ez ugye még nincs ezen az ábrán feltüntetve, de sajnos a lényegi változást, azt látjátok, az nem változtatta meg ez a pici növekedés. A legszomorúbb, amit itt látunk, az, hogy drámai módon csökken Magyarországon, és csökkent Magyarországon az elmúlt évtizedekben a házasság kötések száma. Ez mellett a válások száma pedig nagyon magas. Ugye ez évtizedek óta nagyon magas értéken van. És hát azt is el kell mondani, hogy Magyarországon minden második házasság válással végződik. Ha semmi más nem mondanék a kapcsolatokról, csak ezt az ábrát és ezt a néhány statisztikát, amit most kivetítettem nektek, akkor is látjátok, hogy nagyon szomorú a helyzet. Drámaian tragikus képet ad elénk ez a statisztika a családról, a házasságról és annak a működő képességéről. Vajon miért nem akarnak az emberek házasodni? Miért nem akarnak? Vajon a karrierépítés, vagy valami más ok miatt kevesebben házasodnak manapság, mint régebben? Részben szerepet játszanak ilyen folyamatok is. Tehát vannak, akik ez miatt, meg más okok miatt nem házasodnak, de az az érdekes, hogy a kutatások azt mutatják, hogy az emberek többsége szeretne megházasodni. Tehát ez nem változott. Az emberek többsége szeretne megházasodni. És az egyedülállók többsége nem azért marad egyedül, mert ezt akarja és ezt választotta, hanem egyszerűen egyedül marad. Miért? A pár kapcsolatainak kudarca miatt. Sokan egyszerűen nem találnak olyan társat, akivel össze tudnak házasodni.
Az a kevés, akinek mégis valahogy sikerül, valahogy talál társat magának, és összeházasodik, azok közül is pedig minden második házasság válással végződik. Tehát elképesztően nem működnek a kapcsolatok. Ez arról beszél ez a nagyon szomorú statisztika. És arról nem is merek beszélni, és erről nincs is statisztika, hogy azon kevesek, akik összetudtak házasodni, és nem váltak el, és benne élnek a házasságban, vajon azon kevesek közül mennyien lehetnek azok, akik valóban megélik azt a kapcsolatot a házasságon belül, amit meg lehet élni, amire teremtettek, és amit az Isten akar. Vagy csak vegetálnak egymás mellett, és bizonyos okok miatt, tradicionális, vallási, egyéb okok miatt nem válnak el, de gyakorlatilag két individuum egymás mellett éléséről van szó, és nem valódi házasságról. Ha ezt is tudnánk, akkor félek, nagyon-nagyon szomorú lenne a képlet. Tehát egy valamit biztosan elmondhatunk, valami nagyon elromlott a világban, valami nagyon nem működik a kapcsolatok terén, valamit nagyon nem csinálunk jól. És mi az eredménye annak, hogy egyre kevesebben házasodnak, és sokan válnak el? Mi az eredménye? Az emberek többsége egyedülálló lesz. Magyarországon minden tizedik ember egyedülálló. És egyébként ez nem csak Magyarországon. Sajnos ez az egész világra jellemző tendencia, hogy nagyon sok az egyedülállók száma, és növekszik. Egy kutatócég előrejelzése szerint 2020-ra 48 millióval, 20%-kal nő a világon az egyedül élők száma. Még ennél is rosszabb a helyzet a nagyvárosokban, mint amilyen például Budapest, ahol az egyedülállóknak a negyede itt lakik a fővárosban. Tehát Budapest a szinglik városa. Ez a helyzet. Nem akartam most arról túl sok ábrát és statisztikát felrakni, hogy ha kapcsolatokat nézzük tágabb értelemben, szintén nagyon szomorú a helyzet, munkahelyeken, a főnökök beosztottak között, de ha nagyobb léptékben nézzük a nemzetek között, országok között, ugye nem véletlenül vannak háborúk, nem véletlenül van olyan helyzet a világon, szinte folyamatosan az emberi történelem során, hogy ember embert pusztít és öl. A kapcsolatok kudarcát látjuk, és egyre inkább ezt látjuk. Itt és most, Magyarországon is. Ebben az a tragikomikus dolog, hogy az embert az Isten alapvetően kapcsolatra teremtette. Tehát ez a fő funkciója, hogy úgy mondjam, ez enélkül nem tud létezni. Erre vagyunk teremtve. És ez nem működik. Pont a lényeg, amire vagyunk teremtve, az nem működik. Ez az embernek igazán a nagy tragédiája. És ez miatt szenvedünk sokan, mert az ember, minden ember, én is és te is, vágyunk a szeretetre, hogy szeressenek, hogy valaki közelről, intim, bensőséges módon tudjon szeretni, és hogy mi is tudjunk mást szeretni, tudjunk szeretetet adni. Ez ott van bennünk. És úgy élik le sokan az életüket, hogy soha nem tapasztalták ezt meg. Soha nem érezték, hogy szeretve vannak, és soha nem tudtak szeretni közelről valakit. Hanem inkább azt tapasztalják meg, hogy kudarc, csalódás, fájdalom a próbálkozásaikban, a kapcsolat teremtési, párkapcsolati és minden egyéb baráti kapcsolati próbálkozásaikban. Ezt a bevezetőt azért mondtam el, mert szerettem volna, hogyha nagyon tudatosan lássátok, hogy,
hogy ami itt történik velünk, bennünk, körülöttünk, ennek a következménye is nagyon súlyos. Az életünk minőségét, lényegét határozza meg, hogy tudunk-e kapcsolatokban élni, vagy nem. A Bibliának erre van válasza. A Biblia erre ad választ. És a Biblia egyszerűen azt mondja, hogy az embernek is van használati utasítása, hogy így mondjam, és azt csak azt tudja megmondani, aki az embert alkotta. És aki az embert alkotta, az Isten, az elmondja, hogy az ember hogy tud működni, hogy tud kapcsolatokat kialakítani. És a Biblia azt mondja, hogy van egy nagyon fontos dolog, ami megakadályoz minden kapcsolatot. Ez pedig a bűn. Erről nagyon nem szeretünk beszélni, erről a hárombetűs szócskáról. De erről kell beszélnünk, ezzel szembe kell néznünk. Ez a bűn. A bűn az, ami miatt a kapcsolataink megromlanak. A bűn az, ami miatt úgy születünk erre a világra, hogy az Istennel sincs kapcsolatunk. Arra vagyunk teremtve, hogy kapcsolatban éljünk az Istennel, és megszületünk úgy, hogy nincs kapcsolat. Tehát eleve deformáltan születünk. És utána másokkal se tudunk kapcsolatot teremteni. Istennek a megoldása erre az, hogy a bűnt kell megoldani. És az a szenzációs hír, és ez az örömhír, ez az evangélium, hogy az Isten ezt megoldotta, és félretette a bűn problémáját. Mert ezt egyedül csak ő tudta megoldani. Még mielőtt megszülettünk volna. Hadd mondjam nektek azt az igét, ami olyan csodálatos a római levélben, a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetének az 5. versében olvassuk, hogy Isten azonban abban mutatja meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Képzeld el, Isten előre tudta ezt a problémát. Még meg se születtél, de ő már megoldotta. Ő már megoldotta. Miért nem működik akkor nekünk? Mert amit ő megoldott, azt sokan nem hiszik el. Amit ő megoldott a kereszten, hogy meghalt az ember bűnért, és ezért az ember új életet kezdhet, a kapcsolatokban is, ez csak az az ember tudja elkezdeni, aki átvette tőle ezt az ajándékot hittel, és újjászületett. Nem véletlen az, hogy azok a versek, amikről ma fogunk beszélni, azokat megelőző versekben Pál apostol az újjászületésről ír. Emlékeztek rá, az újjászületett emberről, aki leveszi a régi ruháját, a régi életét, és fölveszi az új ruhát, az új életét. Erről beszéltünk a múltkor, az elmúlt alkalmakon. Ezekhez az emberekhez szól mindaz, amit ma fogunk megnézni. Tehát nem mindenkihez. Nem mindenkinek van gyógyszer. Csak az újjászületett embereknek. A világnak egyetlen egy üzenetünk lehet az evangélium. Mert egy nem újjászületett ember nem tudja megjavítani a kapcsolatait úgy, ahogyan az Isten tervezte. Azonban, aki újjászületett, és ezekről írt Pál apostol, azoknak elmondja az új ruha, az új életstílust, hogy hogy éljenek a kapcsolatokban. Nézzük hát, mit mond. Nézzük, mit mond az alkotó, aki alkotta az embert. Kolossébeliekhez írt levél, 3. fejezet, 18. versétől a 21-es versekig olvasom. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Elég tömör. Pál. Tehát nagyon tömören egy-egy állítást mond, úgy csodálkozunk, hogy ennyi. Ugye? Ugye mielőtt elkezdem versről verset tanulmányozni, néhány általános megfigyelést hadd mondjak el ezekhez a versekhez, amit azért megfigyelhetünk. Először is,
azt látjuk, hogy Pál apostol minden résztvevőt megszólít. Tehát nem csak az van, hogy csak a férjekhez szól, vagy csak a feleségekhez, vagy csak a gyerekekhez, vagy csak a szülőkhöz. Ő mindenkit megszólít. Minden résztvevőhöz van szava, van üzenete. A második megfigyelés, amit észrevehetünk, hogy egy-egy résztvevőnek nem egy regényt mond el, nem egy doktori disszertációt fejt ki arról, hogy a feleségeknek mit kell csinálni, meg a férjeknek. Egyetlen egy rövid és velős állítást tesz. Ez persze nem azt jelenti, hogy semmi más nem tud elmondani a házasságról, és nem azt jelenti, hogy semmi más nem kell tudnunk nekünk is a kapcsolatokról, hanem azt jelenti, hogy talán nem véletlen, hogy ő ennyire kiemel egy dolgot. Talán az az egyetlen egy dolog nagyon fontos. Fontos volt akkor is, amikor Pál ezt a kolossébeli gyülekezeteknek ugye címezte ezt a levelet, és azt hiszem fontos mindenkorban és a mi korunkban is, nagyon-nagyon fontos. Tehát nem véletlen, ha elgondolkoztak azon, hogy mi az az egyetlen egy dolog, másról is beszélhetett volna Pál, de mi az az egyetlen egy dolog, amiről ő beszél. A harmadik megfigyelésünk, mielőtt elkezdjük a verseket nézni, amit megtehetünk, hogy amiket mond Pál, azokban megfigyelhetjük, hogy van egy alapelv. A rend, az alá és fölé rendelődés elve. Isten országában rend van, és Isten a rend istene. Valaki egyszer azt mondta, hogy a menny első törvénye a rend az élet minden területén. Isten rendjében pedig az alá rendelődés elve mindenkire vonatkozik kivétel nélkül. Olyannyira, hogy maga Krisztus is alárendelődött az atyának. Hadd mondjak egy verset, amiben ez annyira kristálytiszta. Pálnak egy másik leveléből, az első korintusi levélből, az 1 Korintus 11:3-ban ezt írja az apostol. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus. Az asszony feje a férfi. A Krisztus feje pedig az Isten. Látjátok? Ez egy alá-fölé rendelődési viszony. Végig. Mindenki. Tehát az emberek közül minden emberre, akár férfi, akár nő, akár férj, akár a feleség, de valaki alárendelődik. Mondom olyannyira, hogy még maga Krisztus is alárendelődik az atyának. Maga Krisztus is, aki Isten, és egyenrangú az atyával, és alárendelődik az atyának. Ez nagyon fontos megfigyelés. Ezen három megfigyelés után nézzük versről versre, mit mond az apostol. Tehát akkor először a 18-as verset, a Kolossi 3:18-ast újra olvasom. Először az asszonyokhoz, a feleségekhez szól. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Na hát ez az a vers, ami azt hiszem itt a 21. századi liberális és emancipált világban kiborítja a bilit. Igaz? És felháborít nagyon sok nőt. Micsoda alárendelődni egy férfinak? Mondják sokan, és ki vannak akadva. Hát mit képzel ez a Pál? Hát hogy jön ehhez, hogy ilyeneket mond? És elkezdenek beszélni a nők elnyomásáról, és azt mondják, hogy Pál apostol egy hímsoviniszta volt, hogy ilyeneket mondott, és teljesen ki vannak akadva. A valóság azonban teljesen más. Hadd mondjak néhány tényt. Egyszerű tényeket fogok sorolni. Csak hogy nézzük meg, hogy Pál apostol valóban hímsoviniszta, és valóban elnyomja a nőket. Jó, ezt vizsgáljuk meg először, ezt a vádat. Nézzük meg azt a kort, amikor Pál élt. Milyen korban élt ő? Milyen volt abban a korban a nők helyzete? Abban a korban, amikor Pál apostol ezt a levelet írja, a nők, azok egyáltalán nem voltak egyenrangúak a férfiakkal, alárendelt lények voltak tulajdonképpen. Abban az időben a zsidók társadalomban
Pál maga is zsidó volt, ugye tudjátok. Egy hithű zsidó minden reggel elmondott egy imát. Az ima a következőképpen hangzott. Köszönöm Istenem, hogy nem vagyok pogány, nem vagyok szolga, és nem vagyok nő. Ez volt az imádság. A nők nem voltak egyenrangúak a férfiakkal, a zsidók között. De a pogány világban sem volt jobb a helyzet. Démoszthenész, Athénban élő görög szónok Krisztus születés előtti 4. században írta a következőket. Szeretőket tartunk testi vágyaink kielégítésére. Ágyasokat a napi együttélés céljából, feleségeink pedig azért kellenek, hogy törvényes utódokat nemzhessünk, és hogy hűségesen gondoskodjanak házunk népéről és ház körüli teendőkről. Hát nem tudom, hogy az emancipáció képviselői mit mondanának erre. Egyet biztosan meg tudunk állapítani, az a kor, ahol Pál apostol élt, egyértelműen abban a korban mindenki lenézte és elnyomta a nőket. Egyáltalán nem voltak egyenrangúak a férfiakkal. Ezzel szemben Pál apostol, aki zsidó volt, aki ebben a korban élt, ahol mindenki elnyomta a nőket, a leveleiben, többek között ebben a levélben is egyértelműen elmondja, hogy minden ember egyenlő, és a nő is egyenlő a férfivel. Ha egy pár verssel visszalapoztok ugyanebben a levélben, a Kolossi 3.11-et, ha elolvassátok, ezt már ugye néztük korábban, a következőt látjuk, ezt írja Pál. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Pál azt mondja, hogy Krisztusban minden ember egyenlő, faji, bármilyen különbségtételre nézve nincs különbségtétel. Mindenki egyenlő. Tehát épp ellenkezőleg az a Pál apostol, akit azzal vádolnak, hogy a nőket lenézte és alacsonyabb rangúaknak tartotta, az a Pál apostol abban a korban, ahol mindenki ezt csinálta, forradalmian új gondolatokat ír ebben a levelében, soha senki nem írt még akkor ilyet, és ő azt írja, hogy Krisztusban mindenki egyenlő. Mindenki. A nők is. Akkor mit jelent az, hogy az asszonyok engedelmeskedjenek a férjeiknek? Ez nem azt jelenti ezek után, hogy a nő az alacsonyabb rangú, mert Pál egyértelműen kijelentette, most idéztem, hogy mindenki egyenlő Krisztusban. Hanem azt jelenti, hogy más a házasságban az elhívása. Isten rendjében az alárendelődés a Bibliában az nem szolgaságot jelent, vagy alacsonyabb rendűséget. Hát gondoljátok meg, Krisztus is alárendeli magát az atyának, és Krisztus nem alacsonyabb az atyánál. Ő is Isten. A görög szó, amit itt Pál használ az eredetiben, egy katonai kifejezés. Egy katonai kifejezés, amikor valaki a hadseregben valaki másnak alárendelődik, mert más a beosztása. És olyan beosztásban van. Ugye a hadseregek mindig így működtek, hogy van parancsnok, és a parancsnoksága alatt vannak emberek. Tehát arról van szó, hogy a férj és a feleség egyenlő a házasságban, de más a szerepük. A Biblia ezt tanítja. Az értékek egyenlősége az nem jelenti a szerepek azonosságát. Pusztán erről van szó. A férj és a feleség egyenlő, de másra hívta el őket Isten. A férjet elhívta a vezető szerepre, arra a szerepre, hogy vezesse a családot, hogy döntéseket hozzon, hogy felelősséget vállaljon. A nőt meg elhívta a feleséget arra, hogy segítőtárs legyen, segítse a férjét, engedelmeskedjen neki, elfogadja a döntéseit, minden döntésében támogassa őt. Ez az elhívása. És miért így van ez, kérdezheti valaki. Azért, mert Isten
így alkotta meg, így teremtette meg. Ez a teremtési rend. Ebben a versben is egyébként maga Pál erre hivatkozik, ugye ezt is olvastuk, hogy ahogy illik az Úrban. Ugye ezt írja itt a vers végén. Tehát ahogy Isten tervében benne van, ahogyan ő ezt megalkotta, ahogyan teremtette. És Isten teremtett rendjében akkor működnek a dolgok, hogyha mindenki elfogadja az ő elhívását, és a megfelelő helyen van. És ez az alárendelődés pedig egy önkéntes alárendelődés. Amikor valaki felismeri, hogy Istennek mi az elhívása, mint egy feleség szerepben, hogy engedelmeskedjen a férjének, és ezt elfogadja. Ez Isten terve a házasságra, és Pál apostol itt erről beszél. És nagyon sokszor sajnos a mi világunkban, és sajnos keresztény házasságokban is azt látom, hogy a szerepek megfordulnak. Nagyon sokszor van az, különösen akkor, hogyha egy domináns nő és egy határozatlan férfi kerül össze, hogy a nő átveszi a vezető szerepet. És ezzel nagyon sok probléma van. Valaki kérdezheti, hát most mi a probléma? Nem az a lényeg, hogy valaki vezessen, nem? Nem. A válaszom az, hogy nem. Nagyon sok probléma következik ebből. Miért? Mert másképp alkotta meg Isten a férfit és a nőt. A férfi van arra alkotva, hogy vezessen, hogy felelősséget vállaljon, hogy annak a terheit hordozza, hogy kimondjon döntéseket. A nő másra van tervezve, másképpen működik. A lelke, az érzelmei, minden teljesen másképp van összerakva. Ő arra van összerakva, hogy segítse azt a sokszor szerencsétlen férfit, aki sokszor nehezen vezet talán, támogassa őt, adjon neki tanácsokat, de alárendelt szerepbe maradjon, és engedelmeskedjen neki. Amikor megfordulnak a szerepek, akkor nagyon sokszor baj van. Akkor nagyon sokszor baj van. Mert lehet, hogy egy nő nagyon határozott, és én nagyon sok határozott nővel találkoztam, olyannal is, akit inkább elfutottam volna. Mert vannak ilyen nők. És ha egy ilyen nő egy házasságban átveszi azt a szerepet, amit Isten a férfinak szánt, hosszú távon ebben szétmorzsolódik, mert nem ő van arra tervezve, hogy döntéseket hozzon, hogy felelősséget vállaljon, hogy a család terhét hordozza, hogy megharcoljon olyan dolgokat, amit a férfinak kell megharcolnia. És nagyon sok nőt láttam összeroppanni. Nem is csoda, hogy házasságok szétmennek, és elválnak emberek. Persze valamikor azt mondja a nő, hogy hát igen, de a férj nem vállalja fel a döntést. Hát valakinek kell döntenie, különben nem megyünk sehova. Igen, valóban láttam ilyet. Kényszerhelyzetben döntenek ilyenkor nők, de akkor sem ez az Istentől való rend. Ott mindig baj van. Mindig baj van, ahol beáll egy olyan állapot, hogy a feleség dönt, a férj meg alárendelődve követi, épp fordított szereposztás az, amit Isten tervezett. Az a férfi, aki mindig követi a feleségét, és ő dönt, az elveszíti a tekintélyét. És ez fontos egy férjnek, hogy tekintélye legyen. A családban, a gyerekek előtt, kifelé is. Tehát olyan dolgok omlanak össze, egy ilyen szerepcserekor, amiben bele se tudunk gondolni, és én is csak fölvillantok itt néhány olyan témát ezek közül. Egyetlen egy eset van, amikor a feleségnek nem kell engedelmeskedni a férjének. Ez pedig az, hogyha a férj valami olyan döntést hoz, és olyan dologra akarja rávenni a feleségét, ami bűn. Ami egyértelműen szembe van Isten kijelentett igéjével és akaratával. Akkor nem kell. De nem olyankor, amikor Isten arról nem mond semmit, csak a nő azt gondolja, hogy azt nem úgy kéne. Ugye ilyenkor Isten nem azt mondja, hogy mondjál nemet
annak az idiótának, hogyha tényleg annak gondolod, de elég szomorú, ha így gondolkozol róla, hanem azt mondja, hogy engedelmeskedj. Ha te azt mondod róla, hogy annak az idiótának, akkor igen, annak az idiótának. Mert ő a férjed. Őt hívta el Isten arra a szerepre. És mi van, ha ennek következménye lesz, és ki is fog derülni, hogy hülyeség az a döntés? Akkor is. Megismétlem, még egyszer mondom. Ha a döntés rossz, akkor is az az Isten akarata, hogy a férnek engedelmeskedjen a feleség. Ezt már nehéz bevenni, ugye? Ez már valóban egy hitpróba, hogy egy feleség, egy keresztény nő a feleség szerepében, amikor tudja, hogy a férje esetleg most egy rossz döntést hoz, akkor persze az a feladat, hogy hívja fel a figyelmet rá. Tehát akkor mondja el neki, nyilvánvalóan. De ha elmondta neki, elmondta az érveit, felhívta a figyelmet, és a férj mégis másképp dönt, akkor a feleség elhívása az, hogy elfogadja a férj döntését, akkor is, ha az rossz döntés. Ha később esetleg kiderül, hogy tényleg rossz volt. És ha kiderül, hogy rossz volt, akkor nem az, hogy he-he-he, megmondtam. Tehát nem ez, amit Isten elvár, hanem az, hogy a feleség segítse mindig a férjét. Nézzük tovább. Mit mond a férjeknek? 19. vers, tehát Kolossi 3:19. Ti férfiak, szeressétek feleségetek, és ne legyetek irántuk mogorvák. A férj legfontosabb elhívása, ha vannak itt férfiak, férjek, vagy jövendőbeli férjek, akik még később lesznek azok, tudjátok meg, itt van Isten kijelentett igéjében, hogy a legfontosabb feladata a férfinak, hogy szeresse a feleségét. Na de mit jelent ez? Mit jelent szeretni? Mit jelent az, hogy én szeressem a feleségemet? Megmondja ezt is Pál. Részletesen ír erről az Efezus beliekhez írt levélben, úgyhogy felolvasom nektek. Efezus beliekhez írt levél 5. fejezetének a 25. versétől a 30-as versek. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mint hogy tagjai vagyunk testének. Azt mondja Pál, hogy a férjek elhívása a házasságban az, hogy úgy szeressék a feleségüket, mint Krisztus az egyházat. És hogyan szereti Krisztus az egyházat? Az életét adta érte. Az életét adta érte. Ez a mérce. Ez a mérce. Odaadta önmagát az egyházért. Az önfeláldozó szeretet. Ugye Pál a görögben az agapét használja, ami a feltétel nélküli szeretetet jelenti. Tehát a férj elhívása, hogy feltétel nélkül, önfeláldozó módon szeresse a feleségét egy életen át. Hát ez nem kis elhívás. Nem könnyű elhívás. És Isten nélkül a férjek nem is tudnák ezt megtenni. Én minden nap imádkozom azért, hogy tudjam úgy szeretni a feleségemet, ahogyan most olvastuk. De kérem minden nap az Isten segítségét, a kegyelmét, hogy segítsen nekem, mert önmagamban én kevés vagyok. De ő megadja ezt, hiszen ez az ő akarata. Ő mondta, hogy így szeressük. Ez nem lehetetlen vele. Nélküle lehetetlen, de vele nem lehetetlen. És ez a független szeretet, független attól, hogy a férfinak a felesége fiatal vagy idős, szép vagy csúnya, beteg vagy egészséges, nincs feltétel,
feltétel nélkül a te feleségedet szeresd egy életen át. Ez az elhívás. Inkább ne házasodj meg, hogyha ezt nem akarod fölvállalni. Isten világos az igében, nem árul zsákba macskát. Ez az elhívása a férfiaknak a házasságban. Érdekes az, hogy Pál mit mond még itt a vers végén? Érdekes módon fordították itt az új fordításban, hogy ne legyetek irántuk mogorvák. Az eredeti görög szó szerinti fordítása itt az, hogy ne engedjétek, hogy keserűség legyen bennetek irántuk. Tehát még akkor is, ha esetleg okot ad rá a te feleséged, hogy valamiért keserű legyél rá, akkor se tedd. Gyakorlatilag ezt mondja itt Pál. Hanem akkor is szeresd őt, agapé szeretettel, teljesen önfeláldozó szeretettel. Ez az elhívásod, férfi, aki férj vagy. Ezt mondja Pál. Nézzük tovább akkor, 20. vers. Itt most a gyermekek jönnek. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Itt is ez az gyermekekhez szóló üzenet hasonlóképpen előfordul az Efezusi levélben, az Efezus 6.1-ben is, Pál ott is ugyanerről ír. És egy nagyon fontos dolgot hadd jegyezzek meg erről, mert ez nagyon érdekes, ahogy így megszólítja Pál a gyermekeket. Abban a korban nem az volt, mint manapság, hogy mindenkinek volt egy bibliája és olvashatta, mert akkor még nem is állt össze az új szövetség. Sőt, a legtöbb ember nem tudott olvasni, hanem mi volt? Mi történt? Ők hogy hallották az igét? Úgy, hogy a leveleket, amit az apostol is írt, felolvasták. Tehát Pál apostol tudta, hogy az ő levelét fel fogják olvasni a kolossébeli gyülekezetben. És megszólítja a gyermekeket, ebből következik az, hogy jelen voltak a gyermekek. Tehát egy érdekes információt tudunk meg egyébként a korai egyház működéséről, hogy a gyermekek is jelen voltak az Isten tiszteleten. Mert itt közvetlenül Pál szól hozzájuk a felolvasón keresztül, aki a levelét felolvasta. És azt mondja nekik, hogy engedelmeskedjenek a szüleiknek. Érdekes ugye itt is látnunk az isteni rendet, az alá és a fölé rendelődés elvét. És itt is ugyanaz igaz, mint a férj-feleség kapcsolatában, hogy ahogy a férfi, az nem magasabb rendű a nőnél, mert egyenrangúak, csak más az elhívásuk, van egy alá-fölé rendelésű viszony az elhívásukban. Hasonlóképpen a családban is, a szülők és a gyerekek között is van egy alá-fölé rendelődési viszony. És a gyermekeknek azt mondja Pál, hogy engedelmeskedjenek a szüleiknek. A szülői tekintély fontos eleme a nevelésnek, és Pál apostol nem véletlenül beszél itt is erről. Egyébként minden kultúrában, nem keresztény kultúrában, ha megnézzük a különböző civilizációk történetét az emberiség fejlődése során, azt látjuk, hogy minden kultúrában a szülői tekintély az jelentős szerepet játszott. És olyan kultúrákban, ahol a szülői tekintély kezdett meginogni, azok a kultúrák általában összeomlottak, és nem működnek már. Egyébként erre jó a, hát sajnos azt kell mondjam, hogy jó példa a mi társadalmunk, amiben kezd összeomlani a szülői tekintély, mert egyre több olyan elmélet és pedagógiai módszer van elterjedőben, ami alássa a szülői tekintélyt. Mert azt mondják a szülőknek, hogy a szülő ne törekedjen arra, hogy most tekintéllyel neveljen, hanem próbáljon jó pajtása lenni a gyereknek, hogy ne éreztesse vele a tekintélyét, és ehhez hasonló elméletek egyre inkább terjednek. Ugye erre egy jó példa az, hogy Magyarországon is most már gombamód szaporodnak a Waldorf iskolák, és az a pedagógiai alapelv, amit ezekben az iskolákban alkalmaznak, az pontosan erre alapszik, ami rombolja a szülői tekintélyt, és ennek pedig súlyos következményei lesznek. Pál itt világosan isteni rendről beszél.
A szülő és a gyermek azonos fontosságú, nem nagyobb a szülő a gyermeknél, nem nagyobb, értékesebb, vagy ilyesmi. De ugyanúgy, ahogy a férfeleség viszonyában, itt is van egy aláfölé rendelődés. És a gyermekeknek azt mondja, hogy engedelmeskedjenek a szüleiknek. Valaki lehet, hogy fölteszi azt a kérdést, hogy meddig kell engedelmeskedni. Nyilvánvalóan, hogy erről nem beszél itt Pál, ez kultúrától, társadalomtól is változhat, de nyilvánvalóan röviden úgy mondhatnám ezt, hogy amíg a gyermek a szülői házban van, amíg nagykorú nem lesz. De egyébként utána is tisztelnie kell a szüleit, ugye emlékezzetek, a 10 parancsolatban az egyik parancsolat külön erről szól. Meg az Új Szövetség is több helyen említi, hogy a gyermekek tiszteljék a szüleiket. Nagyon érdekes egyébként az indoklása Pálnak ebben a versben, ebben a rövid állításban, hogy miért. Azt mondja a gyermekeknek, azért, mert ez kedves az Úrnak. Ez kedves az Úrnak. Ezért engedelmeskedjetek. Ez a magyarázat. Nézzük, mit mond a szülőknek, 21. vers, ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Pál ugye itt az apákat említi, de itt tágabb értelemben ugye a szülőkről van szó, tehát az apán keresztül ugye az anya is megszólítatik, de alapvetően itt ugye az apa van megszólítva. És azt mondja az apáknak, hogy ne ingereljék a gyerekeket. Nagyon érdekes az eredeti görög szó, amit Pál itt használ, ez azt jelenti bosszantani, felizgatni, idegesíteni, haragot kelteni. Azt mondja Pál, hogy ne úgy viselkedjetek, hogy ilyet csináljatok velük. Hadd mondjuk egy pár példát arra, hogy hogyan ingerelhetik az apák a gyerekeket ilyen módon, amire itt Pál utalhat. Nagyon röviden néhány példát szeretnék. 5 tipikus példát, ami szerintem tényleg tipikus. Az egyik az, amikor a gyermekek érzéseinek a megsértése történik. Amikor megsértik a szülők a gyermekeinek az érzéseit. Nem tisztelik, kinevetik, elnyomják. A másik ilyen tipikus példa lehet az, amikor túlzott elvárásokat kényszerítenek a gyermekre. Amikor olyat kérnek a szülők a gyermektől, amit nem tud egyszerűen megcsinálni. A harmadik tipikus példa, amit szeretnék említeni, az a feltételes szeretet. Ugye amikor nem az agapé szeretettel szeret egy szülő egy gyermeket, hanem akkor, ha megcsinálod a leckét, akkor ezt meg ezt tehetsz, meg akkor szeretlek majd tégen, akkor megjutalmazlak, akkor érezheted, hogy szeretlek. Ez is ezt jelenti. Vagy a nem megtartott ígéretekkel. Amikor a szülő ígéreteket mond, amikor egy apa ígéretet mond, de nem tartja be. Gondoljátok, milyen következménye lehet ennek? Én most csak fölvillantok példákat, és külön-külön mindegyikbe bele lehetne menni külön bibliaórán, de erre most nincs idő, csak példákat említek. De ennél még egy dolgot hagy említsek meg, hogy gondoljátok meg, hogy abból a szempontból, hogyha egy apa nem tartja be az ígéretét a gyerekeinek, azokban a gyerekekben, hogy felnövekednek, milyen istenkép fog kialakulni először? Mindenki, ti is, mindannyian, az Isten képeteket legelőször gyermekkorban az édesapátokról alkottátok. Lehet, hogy valakinek nem volt sajnos, akkor valaki másról, de a legtöbben az apáról. Az Isten is olyan, mint amilyen az apám. Az apám soha nem tartotta be az ígéretét, az Isten sem tartja be az ígéretét. Tehát az Istenben nem lehet bízni. És fölnőnek felnőtt emberek, már nem gyermekek, és nem tudják, hogy miért nem tudnak hinni. És valahol ott a gyermekkorban, ott keresendő az a törés, ami megtörte azt a gyermeket. És egy ötödiket hagy említsek még az erőszak alkalmazásával, akár szóban, verbálisan, testileg, szintén. Ez is ide tartozik. Hogy mi történik, amikor ilyesmit tesznek a szülők
a gyermekeikkel, amikre most mondtam is példákat, azt nagyon érdekesen magyarázza Pál apostol ebben a szövegben, különösen az eredeti görög szót, ha megnézzük, azt jelenti, hogy elcsüggeszteni és lélekben megtörni. Lélekben megtörni. Az a gyermek, akikkel a szülők valahogy így viselkednek, megtörik lélekben. Lehet, hogy olyan módon, hogy egész életében hordozza annak a következményeit. És azt mondja Pál, hogy ne ezt tegyétek. Erre hívja fel a figyelmet. Ha te szülő vagy, vagy leszel, akkor soha ne törd meg lélekben a gyermeked. Mert lehet, hogy észre se veszed, nem is lenne tudatos számodra, de olyan következményei lesznek annak, amit tettél, amit nem fog kiheverni egy életen keresztül. Hanem szeresd. Hanem szeresd. Egy történettel szeretném befejezni. Gyerekek beszélgetnek arról, hogy az apukájuk mit csinál. Az egyik azt mondta, hogy apukám nagyon híres zenész, az egész világot bejárja, olyan sok felé hívják koncertezni. A másik azt mondta, hogy az apukám nagyon gazdag, olyan sikeres üzletember, hogy most épp egy kastélyt vett nekünk, és most is újabb üzleteket köt. A harmadik azt mondta, az apukám híres politikus, és nagyon fontos ember, most is miniszterekkel tárgyal. Végül a negyedik gyermek is megszólalt, és azt mondta, az én apukám mindig velem van. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk azt, hogy a te igéd ez világos, és meglepő, ahogy ma olvasunk a kapcsolatokról, és látjuk, hogy azok a statisztikák, amiket a mi világunkban a kapcsolatokról szólnak, azok teljes kudarcot jelentenek nekünk, a te igéd pedig a kapcsolatokról szól, és te vagy az alkotója a kapcsolatoknak, és te jó kapcsolatokat akarsz alkotni. Uram, én imádkozom a családokért. Imádkozom azért, hogy ha vannak itt férfiak, férjek házasságban, vagy olyanok, akik lesznek majd házasságban férjek, hogy megtalálják a szerepüket. És a nők, ha feleségek lesznek, hogy megtalálják a feleség szerepét. És ugyanígy a szülőkért is imádkozom, hogy ne törjék meg a gyermeküket, hanem tudják szeretni. Tudjanak a gyermekkel lenni, időt tölteni vele. És imádkozom a gyermekekért, hogy tudjanak engedelmeskedni. Uram, tudjuk, hogy nehéz. Sok minden akadályozza azt, amiről ma beszéltünk, amiről a te igéd adott világos kijelentést. Ennek ellene megy minden, ellene megy ennek a világnak az egész gondolkozásmódja, a pedagógiai módszerek, ellene megy a házasságról alkotott véleménye a világnak. Ellene megy minden. Tudjuk, hogy szellemi támadás alatt vannak a családok, a házasságok. Tudjuk azt, hogy az emberek nem házasodnak. Tudjuk azt, hogy egyre inkább elválnak. Igen, tudjuk, de ebben a sötét világban, ahol már szinte senki nem hisz a házasságban, senki nem hisz a tekintélyben, senki nem hisz a rendben, senki nem hisz abban, hogy te vagy az alkotó, aki ismered, hogy hogyan kell élni a családban. Ebben a világban mi hitet teszünk azt mellett, hogy mi hiszünk ebben, és így akarunk élni. És imádkozom mindenkiért, aki itt van, hogy megtalálja az elhívását, a szerepét. Mert te megáldod mindazt, aki a szerepében van, ahova te alkottad. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Isten áldjon titeket, fogjuk folytatni, mert most csak a családról beszéltünk, a legközelebbi alkalommal majd folytatjuk tágabb körben a kapcsolatokat. Sziasztok!